Köszöntöm a Szinergia magazin nézőit! Az elmúlt hetekben több nemzetközi fórumon is az atomenergia fontosságáról beszélt Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség bécsi közgyűlésén, majd a türk energiatanács ülésén vett részt, október végén pedig Washingtonban beszélt arról, hogy az atomenergia az ellátásbiztonság záloga és hosszú távú megoldást kínál az Európát sújtó energiaválságra. Az atomenergia olcsó, biztonságos, fenntartható, nélküle lehetetlen lenne zöld célkitűzéseink teljesítése. A Paks 2 szuverenitás kérdés szögezte le Szijjártó Péter Bécsben a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség közgyűlésén szeptember végén. Az európai energiapiac mint olyan jelen pillanatban nem létezik, az árak az egekbe szöktek, és a kelet-nyugati irányú ellátási láncok pedig fennakadásról tesznek tanúbizonyságot. Mindez fokozza az atomenergia jelentőségét. Egyértelművé kell tennünk, hiszen tény, hogy az atomenergia nélkül nem létezik energiaellátásbeli biztonság Európában, és az atomenergia nélkül nincsen megfizethető energia sem Európában. Az atomenergia kapacitásai csökkentik a függőségünket az energia környezet kiszámíthatatlansága közepette, és éppen ezért az atomenergia kapacitásai egyenlőek a szuverenitásunkkal. Magyarország több mint 40 éves rendkívül pozitív tapasztalatokkal rendelkezik az atomenergia használata terén. Ezt a típusú energiaelőállítást olcsónak, biztonságosnak és fenntarthatónak minősítjük, amely nélkül teljes mértékben lehetetlen lenne megfelelni a zöld célkitűzéseinknek. Excellenciás hölgyeim és uraim, tisztelt kollégák, tisztában vannak ugye azzal, hogy az Európai Unió szankciókat vezetett be a háború következtében, de már az első csomag is egyértelművé tette, hogy az atomenergia békés felhasználása nem esik a szankciós szabályok alá. Egyértelművé kívánom tenni, hogy minden brüsszeli intézmények, illetve a nemzeti exporthatóságok, illetve az Európában működő bankok által megtett lépésekre, amelyek akadályokat gördítenek az atomerőművünk építése elé, olyan lépésként tekintünk, amelyek a saját szuverenitásunkat támadják, hiszen az energiaellátás biztonságára szuverenitási kérdésként tekintünk. Mi Magyarországon úgy döntöttünk, hogy új atomerőművet építünk annak érdekében, hogy szavatoljuk az energiaellátásunk biztonságát, tehát, hogy tulajdonképpen a szuverenitásunkat védjük. A két új reaktor mindenképpen megfelel majd a legszigorúbb elvárásoknak és szabályozásoknak a biztonság szempontjából. Ez egy nemzetközi projekt, amelyet ugyan a Rosatom vezet, de amerikai, francia és német vállalatok is részét képezik az alvállalkozóknak. Jó hír, hogy az új atomerőmű megkapta a végső létesítési engedélyt, és az első betonelem az elvárásainknak megfelelően jövő ősszel kerül elhelyezésre a talajba, illetve az új atomerőmű 2030-tól lesz működőképes. Ezzel a beruházással egyébként 17 millió tonna széndioxid kibocsátását előzzük meg, akadályozzuk meg éves szinten. A külgazdasági és külügyminiszter hozzátette, Magyarország az energiaellátás biztonsága érdekében kezdeményezi a jelenleg működő blokkok további üzemidő hosszabbítását is, amely kapcsán azt várják az Európai Unió intézményeitől, hogy politikai, ideológiai érvektől mentes álláspontot képviseljenek ebben a kérdésben. Szijjártó Péter szintén szeptemberben az ENSZ New York-i közgyűlésén is jelen volt, és számos energetikát érintő kérdésben egyeztetett. Szergej Lavrov orosz külügyminiszterrel az ukrajnai háborúról, gazdasági kérdésekről és a két ország közötti energetikai együttműködésekről tárgyaltak. Ezt követően hivatalos Facebook oldalán beszélt arról, hogy az atomenergia a záloga annak, hogy függetleníteni tudjuk magunkat az energiapiaci válságtól, az extrém módon ingadozó árak hatásaitól. A két oldalú együttműködésünknek van egy olyan területe, amely a magyar emberek számára rendkívül fontos, ez pedig az energiaellátásnak a kérdése.
orosz energiahordozók nélkül Magyarország a gazdaság nem tudna működni, és a magyar emberek nem tudnának fűteni, meleg vizet használni, vagy éppen főzni. Ezt a tényt lehet szeretni, vagy nem szeretni, attól ez még tény. Ez egy fizikai törvényszerűség. A közép-európai infrastruktúrális adottságok bizony ezt diktálják, hogy mind a kőolaj, mind a földgáz felhasználás területén Oroszországnak rendkívül fontos szerepe van. Beszéltünk a nukleáris energia területén történő együttműködésünkről is. A Paks 2 építkezéséhez megkaptuk a létesítési engedélyt augusztus végén. Így tartható az a menetrend, amely 2030-ra számol a két új blokk rendelkezésre állásával. Amennyiben a nukleáris kapacitásunkat így jelentős mértékben megnöveljük, akkor függetleníteni tudjuk magunkat mindazoktól a bizonytalanságoktól, elképesztő áremelkedésektől, amelyek jellemzik a nemzetközi energiapiacot. Minél több nukleáris energetikai kapacitással rendelkezünk, annál biztosabb lábakon áll Magyarország energiaellátása. A globális energiaválság volt a téma az Európai Unió energiaminisztereinek tanácskozásán is, Prágában október közepén. Szijjártó Péter kiemelte, ez az unió minden országát érintő elhúzódó válság, amelynek strukturális okai vannak. Az, hogy ez az első globális általános energiaválság, ezt nem csak mi mondjuk, hanem a Nemzetközi Energiaügynökség vezetője ma meghívott előadónként világosan beszélt erről. És az a megállapítás is most már evidencia, számba megy, hogy ez a válság nem egy rövid távú energiaválság, ez a válság nem ér véget akkor, amikor majd a tél véget ér és beköszönt a tavasz, hanem ez egy hosszú távon velünk maradó válság lesz, hiszen ennek nem rövid távú okai vannak, hanem strukturális, geopolitikai, biztonsági okai, hogy kirobbant ez a válság, és mivel ez a válság nem rövid, hanem hosszú távú, ezért a megoldásokat sem rövid távon, hanem hosszú távon kell keresni. Világossá tettük, hogy nemzeti hatáskörök elvételét, csökkentését energiapolitika terén semmilyen szín alatt nem támogatjuk. Az európai energiaválság a türk államok energiaügyi minisztereinek Almatiban tartott ülésén is kiemelt téma volt. A tárcavezető az ülésen a hazánk hosszú távú energiabiztonsága szempontjából kulcsfontosságú Paks 2 projekt aktualitásairól is beszélt. Ez a súlyos energiaellátási válság a kontinensünkön óriási hatással van az egész világra. Természetesen ezt a súlyos válságot az Ukrajnában zajló háború okozza, illetve azok a szankciók, amelyeket az Európai Unió vezetett be, és amelyek sajnálatos módon fájdalmasabban érintenek bennünket, európaiakat, mint az Orosz Föderációt. Mivel a gázt részben a villamos energia előállítására is használjuk, maga a villamos energia importja is a nemzeti érdekünk, mert minél több áramot tudunk importálni, annál kisebb lesz a gáz szükségletünk, és éppen ezért erőteljesen támogatjuk, és úgy döntöttünk, hogy részt veszünk az azeri barátaink által vezetett projektben, ez pedig a tenger alatti vezeték lefektetése. És a projekt gyors végrehajtása rendkívül fontos lenne számunkra. Ugyanis ez az új kábel, ez az új vezeték zöld elektromos áramot biztosítana Azerbajdzsánból, 4 gigawattot az első szakaszban és 10 gigawattot a második szakaszban, amelyet szélenergiával állítanak elő Georgián, Románián keresztül Magyarországba és onnan tovább az Európai Unióba. Tehát ez az infrastruktúrális projekt, ennek a megvalósítása nagyon fontos számunkra. Remélhetőleg a 4 miniszter hamarosan előri az ezzel kapcsolatos szándéknyilatkozatot, majd pedig az Európai Unióhoz fordulunk, hogy biztosítsák a projekthez szükséges pénzügyi hátteret, amely hozzájárul az energiaellátás biztonságához, illetve a zöld célok eléréséhez. Mindezek mellett természetesen minden ország törekszik arra, hogy az általa felhasznált energia nagy részét elő is tudja állítani, mondta ezt már Washingtonban október végén Szijjártó Péter a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség tanácskozásán. Szerintem egyértelmű, hogy ebben a helyzetben azok az országok tudnak a legstabilabban helytállni,
azok az országok tudnak legsikeresebbek lenni, akik a saját maguk által elfogyasztott energia egy jelentős részét saját maguk elő is tudják állítani. Most ugye Magyarország esetében energiaforrásokról, mint kőolaj vagy földgáz kevésbé beszélhetünk, ezért mi akkor leszünk biztonságban, hogyha a saját magunk által felhasznált vagy igényelt energia jelentős részét saját magunk elő is tudjuk állítani. Ez pedig nukleáris energiával lehetséges, ezért Magyarország a nukleáris energiába befektet, ezért építünk két új atomerőművi blokkot Pakson, amelyeknek köszönhetően a magyar nukleáris energia kapacitás 2000 megawattról 4400 megawattra, tehát több mint a duplájára meg fog nőni. Ugye a nukleáris energia három fontos célt is kielégít. Először is a gazdasági versenyképesség javítását szolgálja, hiszen a nukleáris energia, azaz energia előállításnak egy olcsó módja, főleg a jelenlegi földgáz és kőolaj árak mellett ez kifejezetten érvényes megállapítás. Aztán kielégíti az energiabiztonsági szempontokat is, hiszen a nukleáris energia az egy biztonságos formája az energia előállításnak, másrészt pedig saját magunk állítjuk elő az energiát, tehát nem vagyunk másra szorulva. Harmadiként pedig a környezetvédelmi szempontokat is kielégíti, hiszen azzal, hogy fölépítjük a két új atomerőművi blokkunkat, azzal évente 17 millió tonna széndioxid kibocsátását előzzük meg. Szijjártó Péter kiemelte, az a cél, hogy a nukleáris energiával kapcsolatos negatív vélemény megszűnjön. Sikerült mentesíteni a nukleáris energiát a szankciók alól, a két új blokk építését nem befolyásolják a háborús konfliktus kapcsán kivetett szankciók, mondta el a miniszter. Az európai klímavédelmi célok eléréséhez szükség van az atomenergiára, mondta Yves de Bazé, az épülő paksi blokkok területén. A Nuclear Europe főigazgatója szerint kontinensünk biztonságos áramellátása szempontjából is nélkülözhetetlenek az atomerőművek. A növekvő villamos energiaigény több nukleáris kapacitást kíván a jövőben, ha el akarjuk érni a klímavédelmi célokat, szögezte le paksi látogatásán Yves de Bazé, az Európai Atomenergiaipart Összefogó Szövetség küldöttsége október elején kereste fel a paksi atomerőmű új blokkjainak építkezését és tájékozódott a projekt előre haladásáról. A Nuclear Europe az európai nukleáris ipart képviseli, az EU intézményeivel és más kulcsfontosságú érdekelt felekkel folytatott energiapolitikai megbeszéléseken. Tagságát 15 nemzeti nukleáris szövetség alkotja, amelyek csaknem 3000 céget reprezentálnak. Jelenleg a teljes villamos energia szükséglet közel 25%-át állítjuk elő nukleáris energiával. Az alacsony széndioxid kibocsátású termelésnek ez a fele. Úgy gondolom, hogy a jövőben ennek a számnak nem szabad csökkennie. Biztosítanunk kell tehát, hogy a villamos energia termelés 25%-a továbbra is az atomenergiából származzon. Növelni kell az atomerőművek kapacitását, mert az EU dekarbonizációs irányelve miatt egyértelműen növekedni fog a villamos energia fogyasztás. Véleményem szerint a több villamos energia pedig több atomenergiát kíván a jövőben, ami mellesleg nagyon jó módja a gazdaság dekarbonizációjának, ha el akarjuk érni a kitűzött célokat. A vezérigazgató kiemelte, éppen ezért fontos mérföldkő az Európai Unió által megszavazott taxonómia rendelet, amely a fenntartható energiatermelési módok közé sorolja az atomenergiát is. A taxonómiát mindenképpen sikeresnek mondanám, mert sikerült az atomenergiát a fenntartható energiaforrások közé sorolni. Félúton járunk, hiszen egyrészt a taxonómia rendelet nehezen teljesíthető feltételeket szab, másrészt Európának még fel kell ismernie, hogy az atomenergia iparnak a technológiát megillető helyére, a fejlesztés élvonalába kell kerülnie. Azt mondanám tehát, hogy a taxonómia egy lépés a helyes irányba, de még sok feladat vár ránk, ha azt akarjuk, hogy az atomenergia teljes mértékben elfogadott és támogatott legyen az Unióban.
even if doable in some cases to comply with the regulation. A brüsszeli székhelyű szervezet első embere egyértelművé tette, hogy az Európát sújtó energiaválság idején a megfizethető áron termelő atomerőművek az ellátásbiztonság szempontjából is kulcsfontosságúak. A finn, spanyol, francia és román szakértőkből álló nemzetközi delegáció magyarországi látogatása során átfogó képet kapott a hazai nukleáris ágazat helyzetéről és fejlesztéséről. Nemzetközi szeminárium házigazdája volt a Paks 2 ZRT, a projekt társasággal együttműködve rendezte meg szakmai tréningjét Budapesten a European Utility Requirements szervezet, amely 1991-ben jött létre azzal a céllal, hogy megteremtsék az új atomerőművi építkezésekre vonatkozó közös feltétel és követelményrendszert. A nemzetközi szeminárium kétnapos angol nyelvű képzésén 10 országból 120 nukleáris iparban dolgozó szakember vett részt, a többek között francia, finn, spanyol, lengyel, belga és török szakemberekből álló hallgatóságot Jákli Gergely, a Paks 2 ZRT elnök vezérigazgatója köszöntötte, kiemelve a tudásmegosztás és a nemzetközi együttműködés fontosságát. Ha van időnk és lehetőségünk megosztani a tudást ugyanazon a szektoron belül más szakemberekkel, szakértőkkel, alkalmunk nyílik megkérdezni a véleményüket egy adott témáról, problémáról, a lehetséges megoldásokról. Ez nem csupán a nukleáris iparra igaz. Tanulnunk kell egymástól, és a legkönnyebb módja a tanulásnak, ha megkérdezzük a többi szakembert arról, hogy ők hogyan oldják meg a hasonló helyzeteket. Jákli Gergely hangsúlyozta, hogy a beruházás épít a hazánkban felhalmozott tudásra és a nemzetközi tapasztalatokra, megfelel a szabványoknak és elvárásoknak, és aktív szerepet vállal a nemzetközi szakmai párbeszédben. Arra is kitért, hogy ez egy nemzetközi projekt, amelyben a Rosatom mellett számos nemzetközi piaci szereplő is részt vesz. A két nap során több mint tucatnyi új atomerőművi blokk létesítésére vonatkozó szakmai előadás hangzott el. A szeminárium házigazdája Pásztor Imre, a Paks 2 ZRT műszaki főmérnöke, az IUR vezető testületének tagja volt, aki előadásában a biztonsági osztályba sorolásra vonatkozó követelményeket ismertette. Túri Tamás, a Paks 2 ZRT irányítás technikai osztályvezetője, az irányítás technikáról, illetve az ember és gép kapcsolatát érintő szabványokról tartott előadást, Nyáradi Balázs vezető szekunderköri szakértő pedig a turbina szigeti berendezések, rendszerek és azok segédrendszereiről beszélt. A Szinergia magazint látták, kollégáim nevében is megköszönöm figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!